Sziasztok, ebben a videóban a CPA nyomásszűrőknek a szivacsok kivételét fogom bemutatni. Az összes CPA modellnél ugyanígy lehet készíteni a szivacsokat. Le kell tekerni a tálcafeszítőt, majd csillagcsavarozó segítségével ki kell csavarozni a csavart. Ha ezzel készen vagytok, akkor ki is tudjátok venni a szivacs tartó tálcát. Majd szedjétek ki a szivacsokat. Mindegyik szűrőben más méretű és darabszámú szivacsok találhatóak. A szivacsokat vegyétek ki a műanyag rögzítő gyűrűből. Miután készen vagytok a takarítással, rakjátok vissza. A szivacsok takarítása után ügyeljetek arra, hogy a gyári sorrendbe kerüljenek vissza a szűrőbe. A szivacsokat nem mossátok teljesen gyári tisztára, azért, hogy maradjanak benne baktériumok. Majd tegyétek vissza a szivacs tartó tálcát és feszítsétek le. Csavarhúzó segítségével pedig hajtsátok vissza a csavart. Helyezzetek vissza a felső részét és csatoljátok vissza a pánttal. Remélem, hogy hasznos információkkal szolgáltam a CPA nyomásszűrők szivacs takarításával kapcsolatban. A következő videóban találkozunk, én Tamás voltam, sziasztok!